Sziasztok, én Dévi vagyok, és ez nem más, mint a Bakery Simulator, és hát üdvözlök mindenkit az ipari körülmények közül. Nagyon örülök annak, hogy itt minden szépen az új helyen fel lett fejlesztve, mert így, hogy tényleg az összes folyadék, és az összes igazából liszt alapból ki lesz majd mérve önmagától, ez nagyban meg fogja gyorsítani a dolgot, és hát eléggé nagy tálakkal is tudunk majd dolgozni, nagy mennyiségekkel. Na meg hát a sütő is, meg minden, szóval fogadjuk el az első melót, mert még azért most annyira nem vagyunk erősek pénzügyileg, főleg, hogy most költöztünk. 65 croissant, na hát olyat még nem csináltunk, ez mindenképpen, azon kívül meg ahon a legnagyobb a zseton, oda megyünk. Jó, viszont akkor kezdjük a croissant-nal, és meglátjuk, hogy azokat hogy kell csinálni, valószínűleg annyira azért nem lesz majd bonyolult, jó 5 kilónyi hozzávaló. Ó, ez Red is egy kis tolókocsival. Mennyire király már, what? Örülnék, hogy be tudnám oda tolni. Ó, rendesen be kell dokkolni jobb klikkel, vagy nem is tudom, és ide is? Ah, ide is ugyanúgy. Wow, menő. Hát de jó, hogy ezt az asszat nem lehetett volna odébb rakni, komolyan. Már zúdul is belefele a liszt, azon kívül innen, várja, élesztőnk is van itt? Azért nem, annyira azért nem buli az élet, de majdnem. Ez így egészen jó, közlekedni annyira talán nem lehet vele gyorsan, mint a sprintelnék, de ledokkolni talán egyszerűbb, mint a másikat berakosgatni. Ez legalább nem kell lehajtani ezt a kis lajtós bigyót. Ó, igen, és van tojás! Júj, de jó! Júj, de jó! De most ez pont nem kell, szóval innen meg vagyunk, a maradékot meg innen. Na de várjunk. Ha ezt így megfogom, és van ott valami kis tekerentyű rajta. Meg tudom adni a grammot pontosan. Amíg ez így sok idő lesz. De várjál, akkor 130 gram élesztő, akkor 500 grammos kanál, what? Set time? Mi? Azon kell megadni a keverőgépnek a... Ja, mert a kezelőfelület az egyben... Hol van egyetlen gép? Basszus, eltévedtem. Ja, itt van mellettem, szóval ezen nincsen kezelőfelület, ez már csak a keverőkanál. Szóval itt adom meg ezen. Aha. Királyság. De akkor nem a kimérés segíti, kár. De akkor így fogva kell odajönni, és úgy kell bele dobni a dolgokat, és ha pont azt akarom ott, akkor az hogy? Mondjuk azokat pont a lisztek, amikre nincsen szüksége mennél, max így oldom meg. Ó, várjál, ha így nagyon így rányomulok, akkor kitolja oldalra. Oké, hát ebb teljesen van átgondolva, úgy érzem, de it's fine. És akkor 21 másodperc mondjuk, és bedokkoljuk, és perfekt, azt mondja. Köszönöm szépen. Turbógomb. Valami. Az ott esetleg nem. Á, de van hozzá 200 ér, figyelj, ez szerinte belefér. És hol van? Ott van, oké. A vágógépen én láttam croissant, szóval az biztos, hogy azzal le tudjuk vagdosni a darabokat. De utána hol lesz ez megformázva? Egyesével kéne? Ajaj. Ó, ezzel is lehet sprintelni, király, de egyébként nem látok semmit, amivel meg lehet formázni, szóval valószínűleg marad a kéz. Hát ha később lesz majd hozzá valami gépünk, akkor ide belecsapjuk a tésztát, és croissant mehet. Azt. Mindegy. 65 darab croissant, hát bele se fért az összes a ládába. És akkor ezt így ide rakom, ennek utkó se volt jó vége. Ó, másik oldalra. Ó! Shit. És akkor croissant formára megyünk rá. Jaj, ne. Jaj, ne. Jaj. Jaj! Itt fogok megdögleni. Erre biztos, hogy van gép, csak még nem jöttem rá, hogy melyik, vagy még nincs, nem tudom, de ez bullshit. Készül az! Semmi gond! DPI, 18 000, let's go! Nem már, ez ugyanolyan gyors. Nem tekeri gyorsabban.
A formázógépemmel tudok háromszöget csinálni, tehát ezt a háromszöget már talán az megcsinálna nekem egyből, de pont nem ezzel van a megy el a legtöbb idő, hogy kinyújtom, hanem utána feltekerni. Igazából csak a fél munkanap ment el azzal, hogy megformázzam a croissantokat, érted? És hát szeretném bemutatni a croissantos harckocsit, ez konkrétan faltörőkösként is működhetne. És hát eddig úgy éreztem, hogy nincsen szükségem még a nagy sütőre, nem elsődleges prioritás, hát most rájöttem, hogy de nagyon nagy szükségem van rá, szóval figyelj, hát most még nincsen rá elég pénzem, ha jól tudom, mert 1000 fölött van az ára, tedd már vissza rá, akkor ne rakd vissza rá, majd kövi körbe, mindegy. Szóval ja, ezt most megoldom ezzel, de hát ez eléggé kellemetlen lesz. De legalább szépek lettek, jó van. És most 6 perc alatt kell turbó sebességben megcsinálnom a fánkot és a muffint is. Hát ez nagyon jó lesz, de figyelj, nagyjából reális, mert azokhoz eléggé jó fel vagyunk szerelkezve. Jó, fánk készed áll a sütés, az szerencsére a hiper-szuper fánk sütőnket teljesen itt lehet majd hagyni. Rakd már bele! Mi az, hogy nem volt mixelve? Jaj, elindítottam el. Úristen, rá kell nyomni. Jó, croissantok. 3 hiányzik! Micsoda? Ne! Akkor volt olyan, ami olyan helyre repült szét a konyhába, hogy nem találtam meg. Te most csak szivatsz. Hol lehet 3 darab tészta? Ott van egy. Jó, már csak 2 hiányzik. Ó, jó, addig fánk mehet a gépbe. Ó, lol, ott van egy az egyik tálcán, akkor már csak egy hiányzik. Nagyszerű. Ó, van, akkor vagy az egyiket osztozkodtok, bánom is én, nem találom. Az mehet oda, és közben rájöttem, ha ide rakom ezt a ládát, akkor egyből belerakodja a dolgokat. Ez előbb is eszembe jutott volna igazán. És egy perc alatt kéne, egy perc alatt nem lesz kész, nincs valami turbó kapcsoló. Hát ez nincs, az a baj. Jó, croissantokat el kell küldenem futárra. Azokra meg kérjünk izét, késést. Nem, azt nem, ez igen, ez mehet. Mi az, hogy 2 helyre szállított? Azt nem pipáltam be, hogy vigyed a donátokat is. Hello! De ez legalább 100%-os lett így is, mert ugye kaptuk a bónusz, de azt direkt nem pipáltam be. Miért vittétek a fánkot? Vége a napnak. Nem lehet egyszerre többe... Vagy mi van? Visszajöttem. Ugyanazok a receptek. Aha, jó. Call for delay. 440. Nem baj. 3 perc. Wow. Ez is komoly. De annyi időt nem tudok már finokat csinálni. Lehetetlen. Persze 198 gram nyélesztő kelljen bele. Tudod, ki fogja azt majd most számolgatni. 5, 4, 3, 2, 1. Jaj, ne. De most sül. Overtime 0% reward. Ha azt hittem, hogy legalább valami. Csak egy perccel kellett volna több idő. Csak egy perccel. Jaj. Közben egyébként utána olvastam, hogy miért nem lehet kimenni a városba. Azért, mert teljesen át akarják alakítani a kiszállítást. Felülnézetes lesz, hogy nehezebben tudja menni. Ha? Ha van ott reward. Csak hát 300%-os delay-ünk van. Akkor annyira nem is para. Fogjuk rá, perec. Aha, na azt nem fogunk csinálni, amíg nincsen hozzá gépünk. Egy büdös életben nem fogadok el több izét, croissant, hogyha nincsen hozzá formázógépem. Le ne bombázzanak! Mi ez? Zárlatos a fánksütő! Mi van ezzel? Állj már le! Azt hittem valami vadászbombázók jönnek, érted? Na mindegy, nem menjünk a közelébe, akkor nincsen baj. Ezt a formázót nem lehet upgrade-elni. Ez se lehet... Vegyük meg az ipari sütőt, ez nem lesz megoldás arra, hogy mennyi 7000 watt? Jó. Szóval nem tudom, mi oldaná meg a croissant problémánkat. Hát egyelőre semmi. Oké, semmi gond, milyen rendeléseink vannak. Corner Bakery, egy új hely. Nincsenek túl durva dolgok. Muffinok. Easy. Ó, bakker, belerakok az 500-as kanállal és kiveszek utána bele 5-öt, akkor az ugyanúgy 495, mint hogyha belerakosgatnám 200-as meg 5-ös kanalakkal. Jó rájönni. Lenne idő még egy receptet megcsinálni, konkrétan olyan gyorsan végeztem. Easy munka volt, nézzük, hogy
hogy fizet. Mindegyik 100%-os, és így 4000 a mai napi bevételük. Egészen, egészen jó. És nézzük, hogy miket lehet feloldani a Corner Bakery-nél. Ó, a futárok olcsóbbak lesznek. Nem rossz. És most már nem lesz kiszállítása azoknak a hozzávalóknak, ami nem liszt, vagy nem folyékony. Ja, hogy azokon még volt? Oké. De az igazából fel se tűnt, mert tényleg annyi hozzávaló van, mint az állat. Oké, zsír. Mehetünk a kövi napra. És hát ilyen bevétellel én az első dolog, amit megvennék, az nem más, mint a sütő. 7000-ért és még mindig marad 2000-ünk. Jézusom! 6 részes sütő? Hát igen, 6 részes, de... Oh! És a felső 220, az a középső 200, az alsó pedig 180 fokos, az nem állítható, hanem oda kell raknod, amelyiket szeretnéd. Szóval így igazából 3 részes, és azon belül pedig hát vadíthely bőven. Nem tudom hány tálca fér majd be ide. De szerintem... Júj... 8 darab mindegyik emeletre, hát... Nem lesz baj, nem lesz bajunk a dolgokkal, a helyekkel itt a sütőnél. Illetve szerintem ehhez nincs wifi. Pedig jó lett volna, hogyha az időt beállítja magától, mert tök jó, mert akkor... Igaz, hogy ez a 2-1-ben van, de külön időt állíthatsz ide meg oda. Wow! Ez nagyon fancy. És ha már van ennyi pénzem, akkor megvenném a polchoz is a fejlesztést. De jól néz ki. Kis zsákok meg minden. Mennyi lenne most maxra feltölteni minden hozzávalót? Szerintem el fogom sírni magamat. 10 000! Nem játszunk olyat, nincsen túl sok értelme. Majd feltöltem valamikor. Csak a pofa kedvéért, de nem most. És akkor innentől kezdve, hát remélem még akkor lesz formázógép. Rolling machine, yes! Ez lesz az a következő szinten. Akkor nem költekezünk tovább, arra várunk. Mert hogy azon kívül most már csak izét tudnék. Dekort. Nem, croissant 70 nem, biztos, hogy nem. Bagel sem, mert az nem Dunaut. Maradjuk egy kis jól bevált kenyérnél, én azt mondom. 200 fokon kell ezeket a kenyereket sütni, szóval a középsőt célozzuk meg. Hát kell is majd a kapacitás, mert... Múltkori napon és tegnapi napon is ennyi kenyeret kellett sütnöm, és hát nem is férdve egy körrel. Mind a kettő oldalt beállítom 50 szekre. Itt is jó, és csak simán lehajtom. Aha! Ja, csinálja. Király! Ez a nap is megvan, és 3500-as bevétellel zárjuk, és level up is volt, szóval megvan a rolling machine, és egyből 2 level up is volt. Ez nem tudom, hogy jelent-e valamit, mondjuk ahogy látom nem, mert csak a rolling machine-t kaptunk meg, de az szerintem pont elég lesz ahhoz, hogy az életünk sokkal szebb legyen, és még drágább melókat tudjunk elfogadni. Hol van az a bizonyos... Ott van! Bent a sarokba. Igen, gyanús volt nekem ez a kis hely itt, hogy olyan üresnek tűnik. 500-ig. Bagetteket és croissantokat formáz. Igazából a kettő úgy, ami még hiányzott. Szerintem nagyon más, mert nincs is. Igen, meg is kaptuk az achievementet, hogy minden machine-t unlockoljunk föl. Ez még a következő szinten egy fejlesztés fog adni, amivel mozgatható lesz, és egyből emellé tudjuk majd berakni, hogy... Wait! Ja, hogy ez is mozgatható, azért volt ilyen furán berakva ide, túl közel ehhez, mert hozzá lehet linkelni, hogy ez levágja, átrakja abba, és ott köpi ki. Oh, ez nekem tök logikusnak tűnt volna, és nem értettem, hogy miért van akkor pont ennyi hely a kettő között, tehát azért meg gurítható, és akkor ezt is guríthatod majd vele együtt, és jó ide jó. Oké, zsír. Jó irájönni ezekre ilyenkor. Na nem baj, innen mindenképpen pont kenyér, pont a rossz forma. Akkor fogadjunk már egy ilyen kenyeret, és várja, a perec az... Arra viszont még nincsen formázónk, hello! Az lenne az egyetlen, amit nem lehet csak kézzel, mondjuk 16-ot megformázni, talán annyira nem lehet gáz. De azok most nem fizetnek annyira jól, szóval nem azt vállalom el, ezt a kenyeret meg csak azért, hogy kipróbálsam ezt a két gépes dolgot, kezdjük is azzal. Tehát akkor belerakjuk ebbe a vágógépbe, kenyér, mind a kettő ilyen a jó forma, és akkor bekapcs, és a varázslat elindul, az ott
méretre vágja, ez pedig itt már meg is formázza nekünk, és bele is esik normálisan. Hát ez csodálatos. Kicsikét farnehéz lett ez a tolikocsi. Gyere már! Jézusom! Ezt megszállta valami? Megkapod a mountain bike-ot, csak hagyd abba! Jó, inkább tudod mit? Viszem kézbe, semmi gond. Ismét egy 3500 dolláros nap, mindegyik 100% gyönyörű, és elértük a level 29-et, ami azt jelenti, hogy megvan a fejlesztésünk. Kíváncsi vagyok, hogy a következő szinten mi lesz majd. Itt most már figyelek majd arra is, hogy a Corner Bakery-nél, hát ott még melóznunk kell bőven, de a Donut Dude-nál holnap melózok egyet, akkor ott meg lesz az új customization cucc, mert hogy hát tényleg most már lassan csak azokra tudunk majd költeni, főleg még ezzel a mai bevétellel is megfejelve, és hát akkor még ne csináljuk meg nagyon patentre, minél több választási lehetőségből, 6500-unk van, nézzük mennyi lesz ennek a gurulós fejlesztése, valószínűleg egyébként annyira nem sok, 200, hát igen, 4 darab kerék nagyjából, és akkor ez hogy, tehát hogy, na várjál, tehát ebbe a vágógépből megy, szóval ezt a kettőt kell igazából megcserélnünk, és ezt rácuppantjuk, és akkor ez szépen a croissantokat átlövi ebbe, ez pedig a croissant, vagy pedig a bagettet, azzal a szép kis pixeles piktogrammal nekünk le is gyártja. Na, ezt szeretném most letesztelni. De már, hogy nincsen pont most croissant, szivat, figyelj, de végül is bagett az van. Miért ne nézhetnénk meg azt is. És akkor legyen egy a Donut Dude-tól, meg egy a Corner Bakery-től. Ja, aztán meg majd megnézzük a percet is. Kövi szintet írja, hogy mi lesz Next Day Reward. Semmi. Az a kedvenc rewardom. De lehet, hogy akkor amúgy megvagyunk. Minden maxra fejlesztve. Na nézzük. Bagett tészta betöltve. Bagett kiválasztva. Bagett itt is kiválasztva. Igen. Piros gomb. Piros gomb. Hol a vödör? Jézusom. Jó, mindegy, majd összeszedjük. Ó, várjál. Ha van kis külön tálcája. De ragyos. És ott is van. 10 darab bagett már mehet is a sütőbe. Úgy akkor egyből tálcával ki is lehet onnan venni. Miután kikapcsoltuk. Egészen sok elfér egy tálcán. Nagyszerű. Mi volt azzal a bagettel? Hát ez tökéletesen csináltam elméletileg. Na mindegy, figyelj, így is 3200-as bevétel, a legközelebb jobban vigyázunk a bagettel, és akkor így már csak a Corner Bakery-nél kell több reputációt szereznem, itt meg nem is nagyon ment az XP, 29 a max, vagy what? Ó, oh, csak az animáció maradt el, level 30 akkor megvan, és a reputációnk is van majdnem 50-es, hát nagyon úgy néz ki, hogy a rewardoknak a végére értünk, szóval nézzünk csak rá erre a logberendezési módra, ami a 4-es, és hát nagyon-nagyon sok mindent lehet változtatni, mint például a floort, fancy floor, az van lelakatolva, akkor minden egyes bolthoz tartozik egy valami, hát az biztos nem raktam volna azt a csempét, szóval nem is baj, ha most erre rámegyek, akkor nem lehet előre megnézni. De jó, hát parketta, nem biztos, hogy azt szeretném. Ez amúgy jól néz ki. Ez úgy illik ide. Aha, és akkor most tudom kiválasztani. Ó, oh, hát ez azt hittem, hogy valamivel fancy-bb. Ajaj, mert ez így sokba fog kerülni. Nézzük meg a parkettával, egy a fene. Wow. Nem annyira rossz. Nézzük, milyen falak vannak. Modern wall, rustic wall, hűha. Nem tudom, hogy az ipari fal az miért ipari fal. Valószínűleg azért, mert úgy néz ki, mint hogy csak szerkezetkész lenne a helység. És így hát arra lenne, hogy ne legyen szép, csak úgy legyen. De én azért akarok valamit, ami úgy... A kedves aranyos. Uff. Ez talán egy kicsit túlzás. Á, és a fenti fal részt is tudom. Vagy nem. Ez így... Ó, oh, az úgy marad. Hát ez elég fura. Ezt tegyük hozzá. Minimalistic wall. Amúgy? Ez egy kis aranyos. Nem úgy jössz be, hogy így... meg így hétfő, hanem így... Na, az én kis konyhám. Még attól meg lehet úgy jössz be, hogy hétfő, de mindegy. Nézzük az asztalt, azokból milyenek vannak. Nagyjából hasonló elnevezések. Viszont komolyabbak az árak is. Modern table. Nézzük meg ezt. Fehér. Well, az tényleg egy modern szín. Rustic. Nagyjából szerintem rá kell jönni, hogy... Mi az a láb? Pont ilyen, amit el tudok neki képzelni, tényleg. Minimalistic. A parketta választás miatt nem az igazi. Remélem fancy lesz amúgy meg a legjobb. És amúgy lehet itt tényleg. És hogyha ide átjövök, akkor ugyanúgy...
szinte ugyanabból választhatok. Hát ennél nincs. Poets. Itt is van a fancy sütő kinézet. Ó, nem. Kár. Az csak a fal. Új ajtó. Aha. Nem rossz. Abból egyébként a modern door az nem tűnik rossznak. Vagy az industriál. Legyen a modern. Á, jól néz ki, azt hiszem. Arra jutottam, hogy ez a fal színválasztás az a nagyon sötét parkett nem az igazi. Szóval inkább váltottam erre. Ami nem rossz. Megnézem meg az industriál table-t is, hogy az milyen. Igen, ahogy gondoltam. Lemez. Ami egyébként clean, meg könnyű takarítani, meg ilyenek, de hogy így, ja, nem szép. Hát így se fel kell oldanunk a fancy cuccokat, mert lehet, hogy az lesz a megoldás. Ehhez még, hát egy jó párat kell dolgoznunk oda, bakker. Ó, 85 croissant, adom. És perec, 17 perec, illetve nekik a bagett. Jó, mehet. Tészta betöltve, croissant kiválasztva, mehet. Csinálja csak. Jó, de jó. Mennyi munkát spórol ez meg nekem ezzel, Jézusom! Ha mondjuk 85 oda nehezen fog beférni, szóval hozzuk a tálcákat. Valakinek egy kis croissant. Hát nem volt annyi tálca, hogy mind ráférjen, egyetlen egy darab maradt itt, annak majd mi mindjárt találunk valami helyet. És mindezt fél perc alatt, érted? Új, de jó! Na, hát elvileg ezekből 17 darab perec lesz. Nézzük, hogy hogyan is készül az. Először is meggyúrjuk ilyen kis nudlivá. Igen, és akkor utána jön a hajtogatás. Kérdés, hogy a hajtogatás hány lépésből áll? Egyszer, kétszer, wow! Oké, okay, szerencsére nem annyira sok, mint amire számítottam. Akkor valószínűleg erre tényleg nincsen gép, mert így a rendelési mennyiségekből azt látom, meg a hajtogatás sebességéből is, hogy úgy van kiszámolva, hogy ez azért így beleférjen a napba, és gép nélkül is meg tud csinálni. Biztos erre a hajtogatásra is van valami gép IRL, de az valami nagyon komplexus lehet, és hát annyit nem biztos, hogy megér ugye nekünk a kis konyhánkba. Nem pipáltam be a borravalót a futárnak, és késett a kiszállítással. És a bagettemben megint nem volt az igazi. Ha mit rontok el a bagettnél? Viszont volt izé. Jó fűszer. Hagyjad már. Te király, akkor a kettőhöz tudunk jó fűszert. Pedig a gép csinálja a bagettet, tehát annyira nagyon nem tudom elrontani. Nem vagdostam be a tetejét, szerintem az. Ugye három vágás kell a tetejére, és azt a gép nem vágja be. Ó, utána még rá kell rakni a nyújtó deszkára, és csak bevagdosni. Értem. Ahhoz képest jó pénzt kaptunk. 200-at vont le. Meg a késésé, meg a score, meg a croissant se volt az igazi. Hámely, ott viszont nem volt vágás. Na mindegy, 3000 dollár fölött kerestünk, szóval annyira nem panaszkodok. Jöhet a kövi nap. Most, ahogy beraktam a már megformázott bagettet, most újra azt akar, hogy gyúrjam. Nem tudom már csak bevágni. Ha mondjuk így most meg nem mondom, hogy ez be van vágva, ez meg nincs. Lehet, hogy akkor mégse az a baj. Hát én csak egyet vágtam be, de itt mindegyik be van vágva, szóval fura. Mert akkor valami más a baj. Hát, nem tudom. 100%-osnak tűnik nekem. Mint kiderült, ide tálcát lehet rakni, és hogyha beindítom, akkor már egyből arra rakosgatja őket. És ha leállítom, akkor szépen oda kerül a 6 darab tálcacsere, és így mondjuk egy fokkal kultúráltabb, és nem a földről kell összeszedegetni őket. Most 78%-os lett a bagett, hát végülis egyet vágtam be, szóval lehet, hogy akkor végülis az. Hát akkor szerintem amúgy bug, de akkor így úgy lehet felfogni, hogy gyorsabb, de kevesebbet kapsz érte, mondjuk 200-zal, vagy pedig lassabb módon csinálod, de akkor megkapod a 200-at. Hát, ja, hát azért a croissant azt nem csinálnám lassabban, pedig ott 350-et buktunk ezzel, 360-at. De hát na, figyelj, most is jó pénzt kerestünk, szóval nem baj. Na most minden 100%-os lett, ez meg is látszik a pénzen, 3500 majd, hogy nem. Szóval hát lehetséges, hogy akkor parkoló pályára kell küldeni a croissant meg a bagettet, és akkor igazából nagy baj nincs. Ezzel a mai napi bevételemmel már egészen durván átléptem a 10.000 dollárt is, ami azt jelenti, hogy ebből a 14.000 dollárból én most feltöltöm az összes hozzávalót, igazából csak már jó néz ki. Ez 12.500-ba fog nekünk kerülni. Mi ennyire drága? 68 kg liszt, mondjuk igen.
az eléggé drága. 25 liter élesztő, csak az 2000. Oké, okay, bye! És... Hello? Hát egyelőre még semmit sem töltött föl. Ahogy látom, érdekes. Hopp, de! A cukrot már igen. Ja, folyamatosan tölti őket valamilyen sorrendben. De hogy egyesével? Lehet venni instant delivery, csak elmehetőleg a milk, meg ezek egyből le kellene, hogy jöjjenek. És meg sem tudom venni. Húha, kicsit kiakasztottuk a rendszert egy ekkora rendeléssel, úgy érzem. Jó, oké, nem bántom. Majd megérkeznek. Ó, 17 perc a Corner Bakerynek, de örülök. De nem baj, az utolsó napunk. Mert hogy ezzel a nappal a Corner Bakery is maxos, reputationos lesz. Hopp, töltődnek. Azaz, csak fel kellett venni a munkát. Azok is mindjárt tele vannak, és a zsákok is tele vannak. De jó néz ki. Hát figyelj, ebből ki lehet indulni. Ebből már egy pár dolgoz megcsinálsz. Az ipari polc. Ezek is tele vannak, mondjuk. Annyira nem látványosak. Királyság. Hát 2 darab perec elszublimált, így csak 93%-ot kaptam rá, de így is 4000-es bevétel a mai napon, és attól függetlenül megkapták, amit meg kellett. Szóval fel is oldottuk a legutolsó... Style-t, ami nagyon remélem, hogy megérte, és jól fog majd kinézni. Szóval szerint... Micsoda? Oh, hello, congratulations! Muffin hegyek! Muffin torta! Nagyot nyeltem most! Ráugradék arra a hegyre. Itt a legjobb... a városba. Megmutatott az embereknek, hogy az igazán finom kenyér mit is jelent. Bucik, vekni, croissantok, ezek a termékek jobbá teszik a világot. Kiérdemelted a professzionális pék kinevezést, és mindegyik pozitív kommentet az interneten. Congratulations! Oh, ilyen kis aranyos. Hello, Baker! Azt hitted, hogy ez a vége? Nem. Még sok mindent lehet csinálni. Az emberek várják a buciaidat, hogy kiszállítsd. Vissza dolgozni? Számítunk rád. Jó, hát végül is igen, egy végtelen játékról beszélünk, de igazából kimaxoltuk, hogy azt mondjam, mert minden fejlesztés akkor megvan, ugye? Igen. Minden gép, minden fejlesztés, és mindenhol ugye feloldottunk mindent, szóval nézzük akkor azt a dekort, a fancy table, léci legyél jó. Ó, oh, és jó, tetszik. Ide is. Ja, hogy itt már ki van válaszol, ez a kettő asztal együtt jár. Oké, okay, akkor fancy poets. Nézzük meg azt is. Fancy rack. Igen, ez is jól néz ki. És ezen kívül mit lehet még? A kukát. Ó, oh, hát, fancy bin. Aranyos, aranyos. És ezzel meg is kaptuk az achievementet, hogy mindent teljesen szaptunk. Milyen a fancy door? Lehet, hogy akkor végül is illene hozzá. Hát nem. Ez nem tetszik. Jaj, nem akartam kimenni rajta. Stay. Ez a modern door, ez tetszik. Vagy esetleg az industriál. Az milyen? Jobb. Tetszik ez a szürke. Na, hát akkor... az hogy került ide? Hát akkor ez lenne a mi kis pékségünk, így gyártjuk a dolgokat. Hát eléggé hosszú utat jártunk be, azért a legelső hely se volt rossz, de lássuk be, hogy eléggé messzire jutottunk, és eléggé sok mindent elértünk. Nagyon korrekt volt ez a game, nekem nagyon tetszett, figyelj, jól néz ki, jók voltak a mechanikák, rengeteg újdonság, rengeteg olyan dolog, amire nem is gondoltam volna, hogy egyébként így használhatják ilyen modernebb ipari pékségekbe, pedig valószínűleg igen. Szóval le a kalappal a fejlesztők előtt, szerintem nagyon jól összedobták, amit ki lehetett abból hozni, hogy bucikat sütsz, azt szerintem kihozták. Szóval remélem, hogy nektek is tetszett, hogyha tetszett ez a sorozat, srácok, akkor még utoljára jelezzétek egy like-kal, és ha még nem tettétek volna, megiratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!